Musical pódium előadás lesz a Fészek Klubban Zana Józseffel, ahol nem csak Zana József a 13. kerületi, hanem a rendező is. De Zana József itt van a de stúdióban. De azért hangsúlyozik, hogy 13. kerületi, csak a Zana Józsi. Igen? Igen. Sokat és már mióta? Gyerekkora óta, nem? 20 éves koromban költöztem. Újpesten laktam, ott születtem, és most már a kettő volt, 20 évig éltem, itt pedig most 58. lesz, hogy élek. Szereti a 13. kerületet? Imádom. Fontos? Imádom. Fontos az a kerület? Én nagyon szeretem, a hangulata van. Nem nagyon, jó a polgármester, nem nagyon engedi rombolni a várost, szeretik az zöld területet, úgyhogy imádom. Merre felé lakik a kerületben? Esztergomi úton. Esztergomi úton. Akkor vissza a Fészek Klubos előadásra. November 26-án és 27-én lesz ez a bemutató. Elárulhatjuk a korát, vagy ezt szeretné titokban tartani? Zenyibe? Igen. A nagymamám volt olyan, hogy amíg a 70-et nem töltötte be, addig mindig azt mondta, hány éves tetszik lenni Gáspár néni? Azt mondta, 54, 53. Mikor betöltötte 70-et, hány éves Gáspár néni? Há, 84, de jó tetszik kinézni. Na mert hogy csak, hogy azt én kiszámoltam, hogy 55 éve van színpadon. Igen, kereken. Egy ilyen előadás az egy jutalomjáték, vagy egy öröm? Nem jutalomjáték, én most sokáig nem voltam színpadon, legalább 14-15 éve. Most léptem fel utoljára a Lourdes-ba, ha szabad kimondani. A Korda Gyurival csináltunk egy örök rangadót, mert ő fradista, én meg újpesti, és hát viccelődtünk ott egymással, mókáztunk, de nagyon imádta a közönség. Erről az előadásról annyit lehet tudni, hogy olyan dalokat adnak majd elő, amelyek megdobogtatják a szíveket. Igen, mert szeretnénk egy kicsit visszahozni a jó szívdobogást, mert az én szívem mostanában nem jól dobog, mikor látok előadásokat. Látom ezt a sok vetélkedőt. Minek ennyi énekes Magyarországon? Mindenki. Mert hogy bemegy a fürdőszobába, énekel, legyen fene, jó kedve van, énekeljen. És azt is irigylem, illetve nem is irigylem, sajnálom azokat a gyerekeket, akik most ugye már 4-től 12-ig ilyen zsűriket hirdettek, gyerekeket, előadás, jöjjenek. Na most azt a zsűri mondhatja egy gyereknek, aki 14, és tényleg remek. Múltkor én is láttam egy produkciót, egyik adón, nem mondom, nem nevezem, hogy remek volt, táncoltak, de zseniálisan. Na most ilyenkor azt kell mondani, gyerekek, ma ti voltatok a legjobbak, zseniálisan táncoltatok, kitűnő volt, amit csináltatok, zseni, de tanuljatok, 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 mert csak úgy lesztek okosak. Ha ti vagytok az elsők, de tanuljatok, hogy mindig is elsők legyetek. És ne azt mondják neki, zseni, hát mit kell, hát neked nem is kell semmit csinálni, nem kell tanulni, hát te már milliómos vagy. Én meg itt ülök Csórón szegényen 77 éves koromra, nem? Pedig meg se tudom számolni, hogy például hány játékfilmben vagy tévéfilmben rengeteg. És akkor még nem is mondtam a színpadi szerepeket. Színpadi nagyon sok, több száz. Több száz, rengeteg főszerep. Igazából úgy kinőni magamat, tehát a legtöbbet a Vidám színpadon játszottam, ott majd 40 évet egyfolytában. Aztán játszottam a Békés Csabai Jókai Színházba, játszottam az Állami Falu Színházba, akkor még Asar Oszkár volt az igazgató. Asar Oszkár után lett különböző igazgatóváltások történtek ott is. Aztán onnan lementem Békés, aztán voltam a Musical Comedy Színházban is, ahol Szénetár Miklós volt az igazgató. Azért jó is a Musical pódium, mert én már megelőztem a koromat, 69 vagy 70-ben nyitottuk a Musical Comedy Színházaton, olyat játszottunk, mint Koldus Diák, akkor olyat játszottunk, Koldus Opera, Koldus Diák az egy operett, félre beszélek, mert ott is játszottam. Mind a kettő helyes, csak az egyik Koldus Diák, a másik pedig Koldus Opera, a Brecht írta. Ugye? És ezekben imádtam játszani, mert nagyszerű lehetőségeket nyújtott. És innen számítom ezt a musical pódiumot is, talán egy kicsit szívet melengető, hiszen az első musicaleket mi énekeltük. És most megpróbáljuk megint, szóval, hogy elveszik a szó, elveszik a beszéd, elveszik a nézőkkel való kontakt. Ma az a nézőkkel a kontakt, hogy az, hogy a ma esti előadásunk az első emeleten kezdődik, a hatodikon fejeződik be. És mennek utánuk. Hát milyen színház ez? Teljes tohuva-bohuva.
Szeretnénk visszahozni az ember közeli színázat. Mert hogy a színész, hogyha belehelyezi magát egy szituációba, és nem klasszikus értelemben gondolom azt, hogy a színpadon adja azt elő, hanem mondjuk egy ilyen szituatív előadásban, akkor az már nem is színészet? Hát a játékfilmek, a tévéfilmek erről szólnak. Az játékfilm, nincs közönség. A közönség a filmet látja. De a színházban adjuk meg azt az örömet a nézőnek, hogy amikor beül a színházba, legyen leereszve az a függöny. Hadd izguljon, mi van mögötte, mikor jönnek be a színházba. Volt egy előadásunk, az Aki mer, az nyer. Horváth Tivadar rendezte. Olyanok játszottak benne, hogy Csákányi, Horváth Tivadar, akkor Kabos Laci, jó magam játszottam a Báodó-Báót, Hacsóval énekeltem, és imádtam azt a szerepet, és le volt engedve a függöny. És akkor fölment a függöny, a Vogel Erik, aki kint Párizsban a Moulin Rouge-ba volt sokáig, és ott is tervezte a díszleteket, jelmezeket. Hát valami csodálatos varást csinált a színpadra. Rózsaszín, habkönnyű függönyök, ahol a három Dacia megjelent, és borzalmasan szép volt. És a közönség megtapsolta. Már magát, a díszletet megtapsolták. Tehát közönség szeret izgulni. Én sem megyek el a Szabóhoz, és akkor azt mondom Szabónak, hogy csinálod a ruhámat, szabad a belső? Aha, barod, jó. Kíváncsi a fel, legyen klassz, legyen szép. Rám adja, elmegyek egy próbára. És mikor megnézem, a végtermék érdekel engem mindig. Azzal is elrontották egy picit a nézőket, hogy beengedték a próbára. Miért kell nézni, hogy kínlódik a színész? Hát ez az érdekes, nem? De, ja, hát akkor menjen az kínlózó otthon az anyját, vagy az apját. Vagy mi, amit most már egyre többet látunk. De az nem színház. Én nem engedném be, csak a végtermék, a jót lássa. De ugyanez a helyzet a filmekkel is. Szívesen nézzük, hogy hogyan készül egy-egy film. Hát önnek jó néhányban volt szerepe, volt része. Melyikre a legbüszkébb? Melyiket szereti a legjobban? Én játszottam a Kolozsdiákban, amit az előbb említettem, azt a Seregi László rendezte, Horváth Tivadarot az Ollendorf herceg. Abban volt egy tüneményát, Istenkém, ő már elment közülünket, elmondhatom. Ő volt a beszédhangja, Horváth Tivadar, kicsit ilyen flegmán beszéd, jó estét, Ollendorf, katonasági robokat. És a magyar hangja, mert akkor az volt a szokás, más énekelt, és ráhúzták. És ott az volt, hogy Tivadar, katonák jobbra, katonák balra, és megszólt a korcspáros hangja, hogy hófehér, hattyúval, lára én csókol, és megszólt egy csodálatos baszbariton, vagy tenor. És a Tivadar meg beszélt. Ez kicsit mulatságos volt. Én azt szeretem, ha aki játsza, az énekli. Melyik a fontosabb, az ének, a zene, vagy a vidámság? Mind a kettő, sőt, mind a három. Az ember életében az a fontos, amikor mindent tud. Szóval nem mondják azt, hogy ez csak humor, nem mondják, színésznek mindenhez értenie kell. Tudni kell, hogy kell megállni egy balettosnak, tudni kell, hogy kell. Szóval egy színész, például nekem mai napig az bennem van, hogyha megy valaki az utcán, és látom például, hogy így megy, ösztönösen megyek úgy utána, és átveszem a mozgását, és múltkor 20 éve egy színpadra, és a rendező meglátott, jöttem be. Szóval mit csinálsz te? Hát mondom, játszom egy sántát, nem? Most láttam így, na ne hülyeskedj, ilyen nincs a világomon, nincs, gyere ki! És kivittem az utcára, és megmutattam, nézd oda, ott megy. Nem olyan sánta, mint amit csináltam. Tessék, túloztam. De akkor az életében is fontos a humor, a mindennapokban, nem csak a színpadon és az előadáson. Aki humor, hát azért azt ne várják, hogy vicceket mesél az ember lárpullár. De a humor az feldob. Ugyanakkor azt lehetett olvasni, hogy 2013-ban elment a postára és feladott egy ajánlott küldeményt. A címzet Orbán Viktor volt. És azt kérte, illetve saját példáján akarta jelezni Orbánnak, hogy milyen hányattatott élete van manapság az idősebb művészeknek. Szóval akkor mégsem olyan nagyon boldog és vidám, nem? Na, ebben a tekintetben most ez egy provokatív kérdés, hogy feladtam Orbán Viktornak. Először is miért adtam fel, és miért küldtem neki egy könyvet is, küldtem neki, és küldtem neki egy CD-t is. Nem véletlen célzattal, hiszen ő a Komlós Bandi lehozta a színész válogatott Orbán Viktort, és egy jó pár évig együtt is fociztunk, Lőrincen, Népstadionban, vidékeken. Tehát nekem személyes ismeretségem van, mai napig, ha meglátom, szervusz, puszi, eldöbbennek ott a miniszterek, meg hogy miért puszi? Tudod, a focistákon szokás, hogy szeva, de rég láttalak.
És én azt azért adtam fel neki, hiszen a könyvben le is írtam azt, hogy én rengeteg jó labdát adtam neked, remélem egyet visszakapok. Na most azóta várom, mert ugye a nyugdíjából az ember nem tud nagyon megélni. Most vannak ilyen összejövő kossuthdíjas vacsorák, ugye, mert az Oli édesanyja az kossuthdíjas. Én már elváltam. De minden ilyen vacsorá engem elvisz. És ott már kétszer megígérte valaki, hogy én kapok valamit. Mindegy, de a pályámról életmű, pálya befejezése, meg amiket játszottam, ahogy játszottam. Hát olyan újságcikk jelent meg, hogy Zana. Ez volt a címe. És azt mondta Zana, hogy bejön, mintha humor ruhát hordana. És azt mondta, mennyivel szegényebbek lennénk Zana nélkül. És ezt most nem látom. Ez most valahogy az idősebb korosztály 60-on felül úgy eltűnik. Eltűnik. Fiatalok játsszák az öreget, ezért lesz hiteltelen. Az nem jó. De mintha egyetlen egy kezdő színész előtt sem lenne akkora pálya, mint amit mondjuk ön bejárt. Hát mostanában nem igen. Mostanában tudnék mondani egyet-kettőt, sőt hármat, van, de nincs. Én tényleg bejártam mindent, és jártam a Rózsi egyik Kálmán bácsi színiiskolájában, ott külön ki voltam tüntetve, az öreg mindig azt mondta, mert ott volt egy kollégám, nem mondom ki a nevét, az utánozta a Rózsi egyik Kálmán bácsit, nem mondom ki a nevét, Szuhai Balázs, szóval, és úgy utánozta a öreget, hogy föltett szőkehaj, őszhaj, paromuka, bajusz, mit tudnod mondani? Én meg kiálltam. És azt mondtam, édesöcsém, ugye, mit tudom mondani nekem, hogy hány órakor, na, mesélek neked, Józsikám, egy sztorit, képzeld, elmentem vadászni, aztán képzeld, Józsikám, ahogy vadásztam, mit fogtam, meglőttem az oroszlánt. Oda vettem az oroszlánt, ide tettem az egyik lábát az egyik vállamra, a másik lábát a másik vállamra, azt akkor megszólalt a telefon, jött a drági asszony, a felesége, Kálmánkám telefon, azt mondja, Józsikám, ne feledd, hogy tartottam, mindjárt jövök vissza. Jött vissza, azt mondja, na, Józsikám, ne, hol is tartottam? Mondom, Kálmán bácsi, ott tetszett tartani, hogy ide tette az egyik lábát, ide tette a másik lábát, azt mondja, Kálmán bácsi, ja igen, és akkor nyaltam. Teljesen elfelejtette, hogy előtte miről beszélt. Óriási volt a Pali. Ilyenek lesznek majd ebben az előadásban? Nem, ebben ilyen. Lesz vidámság benne, készülök rá, hiszen a Krisz Laci, aki rendezi az egészet, azt is be kell említenem. Ő is angyalföldi. Ő is angyalföldi? Igen, azért nem értettem, amit az elején mondott. Azért mondtam. Hát akkor már ketten vagyunk. Hát akkor azért engedtem neki. Egyetlen ember az utóbbi 14-15 évben, akinek a hívására mentem. Senki. Mert ugyanis én az a típus vagyok, egyszer fölhívok valakit, akit ismerek. Nem akarok neveket mondani, fölhívtam egy párat. Nem akarom mondani, Cseke Péter, Szilágyi Pis. Szóval tudnék, de nem akarok, tudod, nem szeretek neveket kimondani. És aztán, ja, Straub, de ugye, aki miattam nélkülem csinál vidám színpázat. Ugye, na nem, de őt sem mondom, nem mondom. De úgyis nem is hallottad. És kérlek szépen, egyszer felhívom. És azt mondom, hogy és ha nem hív vissza, én soha többé nem ajánlkozom. Most a Krisz Laci megkeresett. Megkeresett, és felkért, Józsikám, olyan elképzelhetetlen nélküled egy ilyen zanapódium. És ha ez bejön, ha úgy érzed, hogy van erőd még, mert mostanában egyre jobban nem akarok színpadra menni, nincs kedvem semmihez, olyan kicsit visszaestem a depresszióba, de a Laci megpróbál kihozni. Ezt szeretem benne. És akkor csinálunk azt mondja, egy zanaestet, egy zanapódiumot. És ez azért örülök ennek, mert ebben legalább fellépnék a fiammal, Gangsta Zolival, mert már van egy duett elképzelésem vele, és fellépnék a lányommal is, aki mindig színésznő akart lenni, csak valahogy eltávolodott most, ő 21 éves. Zana Zita. Zana Zoltán, Zana Zita, és Zana, én meg Józsi vagyok, mert abban a divatban Józsi, Sándor, Lajos, Tomi, ugye? Ha most én Zalán lennék, vagy Zsolt, ugye Zalán futása, akkor lehetne egy jó kis műsort csinálni. De így, és akkor az életem főműve lenne a befejezés, hogy a három Zana. Hát kívánom, hogy megvalósuljon. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon szívesen.